Köszöntöm a Külcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Döntetlennel kezdte a szezont a kisvárdai futballcsapat. Két éremmel tért haza az Ejofról az úszó hatházi Dóra. A konditeremben kezdték el a felkészülést a kék cápák. Nemzetközi utánpótlás futballtornát rendeztek Nyírtelken. Négy távozó helyére négy új futballista érkezett Nyírbátorba. A kiesés elkerüléséért harcol majd a legutóbbi bajnok Balkány. Döntetlennek kezdte a szezont a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 első fordulójában Kondás Elemér együttese a Mosonmagyaróvárt fogadta, és 3-1-es vezetés után 3-3-ra végzett az ellenféllel. Vezettünk simán, és akkor már felfedeztem a játékba egy-két olyan elemet, ami nem oda tartozik. Ugye kapusunk is megcsinálta a cselt, akkor már kicsit könnyebbűbbek voltunk, viszont uraltuk a játékot, helyzeteket alakítottunk ki, még a ellenfél kapusának bravúrral kellett hárítani. Aztán pedig, ugye, amit mondtam is az előbb a sajtótájékoztatón, hogy nem adtuk a vérünket a védekezésért. Tehát amikor nem nincs nálunk a labda, akkor vissza kell szerezni, és nem úgy mentünk bele a labdaszerzésbe a második gól előtt, ahogy oda bele kellett volna menni, ahogy korábban belementünk. És akkor a miénk is volt a labda. Tehát nem úgy mentünk bele, tovább jött a labda, a középpályán is tovább jött, és aztán olyan tiszta helyzetbe bekerült a játékos is, és tudott szépíteni a játékon. És ugye van hátra egy fél perc, amikor érthetetlen módon, tehát ilyenkor el kell dugni a labdát, és belerúgjuk az ellenfélbe. És ott jöttek a sorozatos hibák, és abból ugye kiegyenlített az ellenfél, ami a futball törvényszerűség, hogy ilyenkor biztos, hogy megtalálja az ellenfelet a labda a kapu előtt. És meg is találta, és ki is tudtak egyenlíteni, úgyhogy nagyon szomorú vagyok, mert egy agyonnyert mérkőzést sikerült X-re hoznunk. Milyen hatása lehet ennek az utolsó két percnek a folytatása, hiszen nagyon nehéz meccsek következek, és nem mindegy, hogy egy győzelemmel rajtoló, jó hangulatú mérkőzéssel rajtoló csapat utazik majd Győrbe, vagy pedig egy ilyen utolsó percek utáni állapotba került együttes. Jó, hát ezen pillanatok alatt túl kell tenni az embernek magát, tehát az élet megy tovább. Most első mérkőzés volt, nyilván nagyon fontos mérkőzés, arról beszéltünk, hogy ezt az első mérkőzést meg kell nyerni, az adhat egy jó lökést. Azt mondom, hogy meg volt nyerve a mérkőzés, de mégsem, mert csak egy pontot adtak érte. Viszont ezt ki fogjuk értékelni gyorsan, és utána készülni kell a következő mérkőzésre, mert hogyha sokáig siránkozunk, akkor abból az nem jó útra vezet tulajdonképpen. Egy olyan mérkőzésen szerzett egy pontot a Mosonmagyaróvár, aminek a végén a döbbenet lett túl rá a hazai szurkolóként a játékosokon, de talán még a vendég csapat kispadján is. Hogyan élted meg ezt először azt kezdem utolsó két percet? Azt, hogy mondjam, hogy soha nem szabad föladni. Nem véletlenül cseréltem a 88. percben. Én bíztam abba, hogy egy támadást be tudunk fejezni, és a végjáték ilyenkor mindig olyan, hogy akkor megzavarodik egy hazai csapat is, akár még akkor is a minőségben egy erős csapatról beszélünk. Hát ezek egyszer jönnek össze egy évbe általában. Sajnálom, hogy most kirúgtuk magunkat ebbe az évre, de remélhetőleg nem kell majd az utolsó pillanatig várni, és a csapat szépen egymás fokozatosan fog összeszokni. Rengeteg új játékosunk van, persze, hogy egy kicsit nehezebb. Én azt gondolom, hogy mi is keresgéljük még a saját magunkat azért, hogy 90 percen keresztül kiegyensúlyozottan tudjunk futballozni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy soha rosszabb meccset, mert izgalmas volt. Helyenként azt mondom, hogy az irom is megfelelő volt, bár a kispadon mindig másképp élni meg az ember, elfogultság is persze belőlem természetesen. Az egész meccset nézzük, akkor az hogyan értékeled, hiszen legalábbis nekem úgy tűnt, az első fél órában dominált a Kisvárda, aztán rúgott egy öngót, utána jött egy olyan negyed óra, ami talán megfogta a hazaiakat, a második fél időben pedig gyakorlatilag két gólt lőve, helyzeteket kialakítva végig uralták a meccset. Igen, de azért ezeknek a meccseknek mindig vannak fordulópontjai. Tehát az nem volt, előtte azért volt két lehetőségünk az öngól előtt. Ne felejtsük el, hogy ott volt Tóth Milának egy lövése és Lakinak egy helyzete. Abból is egyenlítettünk volna, persze szerencsés körülmények között jött össze, hogy ők rúgtak egy öngolt. A másik fél időben viszont ott volt a fordulópont. 50. vagy 52. percben, amikor Lőrinci bepasszolt a középre, ugye egy támadáson belül két helyzetünk volt, azt berúgjuk, akkor mi vezetünk 2-1-re, akkor egészen más színezete van a mérkőzésnek. Aztán utána egy indokolatlan faltból ők szereztek vezetést, ami saját magunknak köszönhető, és elbuktak egy pontot, vagy két pontot úgy, hogy ők is egy indokolatlan faltot csináltak az oldalvonal mellett. Tehát valahol ez visszaadja a képét a mérkőzésnek, a rutintalanságnak, de a szívvel lélekkel való játékot azért bemutattuk. Mi is, és azt hiszem, hogy Kisvárda is. Milyen lendületet adhat a csapatnak egy ilyen körülmények között elér döntetlen?
Hát ez majd a következő hetek fogják megmutatni. Egy biztos, hogy azért dolgozunk, hogy egy stabil, masszív csapatunk legyen. Ma nagyon sok esetben úgy éreztem, hogy meg lesz a masszivitásunk, a stabilitásunk, aztán pillanatnyi kihagyások okoznak problémákat, amikből helyzete adódik az ellenfélnek, és ezeket ki is használják. Két éremmel tért haza Győrből, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról Hatházi Dóra, a nyíregyházi úszónő a 400-as vegyes váltó tagjaként a második helyen végzett, a 400-as mix váltó tagjaként pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Az oda vezető út nagyon nehéz volt. Ennek megfelelően a sérülések következtében tudtuk, hogy a realitás az, hogy egy döntős helyezésünk legyen, és a váltóba legjobbakat teljesítse, és ez a két váltóba sikerült is éremszerzés, és be tudtunk kerülni a döntőbe is. Milyen volt maga az olimpiai fesztivál? Érdekes, nagyszerű, felemelő, nagyon nagy élmény volt. Beszéljünk a magyar úszó teljesítményéről, az milyen volt? A magyar úszó csapat megint kitett magáért szerintem. 4 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet szereztünk. Az oroszok után a második legjobb helyezésünk van. Általában az utánpótlás van, de hát felnőtt van, és jó magyar úszó sport. Milyen jövő elhadói előtt? Következő évben nagyon remélem, hogy a ifjúság Európa-bajnokságra be tudja magát verekedni a keretbe, és aztán majd lépegetünk tovább, amennyiben sikerül a ifjúsági olimpia és majd a nagyobb felnőtt versenyek. Beszéltünk a sajtótájékoztatón az időről, ha megúszza a tavalyi legjobbját, érmes lehetett volna egyéni számban is. Ez a nagyon sok kihagyás mennyit vett vissza a teljesítményéből? Ugye a lábtörés következtében 8 hét rögtön kimaradt, azután nem tudtunk intenzíven edzeni, fokozatosan kellett dolgozni, közben jött egy kisebb hátsérülés, utolsó 5 napon pedig járt a kórházat a fülével, tehát mindenképpen rányomta a bélyegét a teljesítményére. A tavalyi eredmény 1-0-1-0-6, azzal most dobogon lett volna, és egy percen belül nyerték a 100 pillangót, de úgy képesnek tartom arra, hogy később ezt az időt is megúszza. Egyébként milyen sportoló hajtani kell, csinálja magától, szereti? Tudom, hogy ebben a korban nem könnyű egy fiatal kislánynak vagy nagylánynak. Milyen vele dolgozni? Nehéz. Hát ezt jól érzékeled. Abba a korban van akkor, amikor lázad, amikor úgy gondolod, hogy sok mindent jobban tud az edzőjénél. Úgyhogy idáig átvészeltük az időszakot, reméljük, hogy később is így lesz. Ebben az évben vár-e még valamilyen versenyvel? Igen, hát szeptemberben elkezdjük a felkészülést, és decemberben van a cikluszáró, addig folyamatosan versenyzünk, de a cikluszárén szoktuk a csúcsformát ellenőrzni. Ilyenkor az első úgynevezett makrociklusban hosszabb úszások szerepelnek, a hosszabb távokon várunk tőle jobb időt. Az előbb előtt azt mondtad, hogy egyéniben döntőbe szeretnék kerülni, és váltóban pedig érmet, vagy érmeket szeretnék szerezni. Hát végül is meg volt a döntő, van egy ezüst és bronzérmet, mennyire vagy elégedett a teljesítményeddel? Váltóval nagyon elégedett vagyok, mindenki megtette, amit tudott, és ez elég volt az éremhez. Egyéniben egy picit többre számítottam, de meg vagyok ezzel is elégedve. Hangulatában milyen volt a verseny? Azt mondták, ez olyan, mint egy pici olimpia. Igen, nagyon jó volt, főleg, hogy ugye itthon rendezték, és a VB-re is nagyon sokan mondták, hogy jó a hangulat, mert sok a magyar, és itt is ugyanez volt, tehát a magyarok nagyon jó hangulatot adtak a versenynek. Milyen inspirációt ad ez a két érem a jövőt tekintve? Szeretnék ezektől még nagyon sok jobb eredményeket elérni, és remélem, hogy ez valóra fog válni. Annyi bácsi az edződ azt mondta, hogy nem könnyű veled dolgozni, de hogy érzed? Igaza van. Néha tényleg nem könnyű velem, de van olyan, amikor egyet tudunk érteni. Elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Blue Sharks. A bajnokság szeptember közepén rajtol, addig a konditeremben és a parketten izzannak majd a játékosok. Én úgy gondolom, hogy elégedett lehettem. Természetesen látszódnak az egyéni különbségek, de hát az élet az ilyen. Elkezdtük felmérni már a célokhoz képest az egyéni differenciákat, és elkezdtünk ezen dolgozni már az első edzésen. Úgyhogy a felmérésekkel kezdtük. Szeretnénk látni a kiinduló pontot. Mire számíthatnak a fiúk a következő hetekben, hogy kell felépíteni egy felkészülés jelenléti munkáját? Elég nehéz egyébként, tényleg összetett dolog, hisz minden ember más. Próbáljuk minél jobban személyre szabni, bontott edzésekben próbálkozunk idén ilyen megoldásokkal is. Én úgy látom, hogy a legnagyobb nehézség az a,
a fokozatos terhelésen van. Tehát próbáljuk úgy terhelni őket, az erő, állóképesség, mobilitás, stabilitás, tehát minden tényezőt külön-külön, de összegyúrva egy egységes egészé, hisz harmonikusan kell fejleszteni a testet. Évtizedekkel ezelőtt nem helyeztek ekkora hangsúlyt az ellenőléti felkészülés egyik sportágban sem. Mennyire fontos ez akár a megelőzés, akár a rehabilitáció szempontjából is, akár abban, hogy az egy bajnokság hosszú végig kell játszani megfelelő erőállapotban? Meggyőződésem, hogy egyre fontosabb. Főleg azért, mert a fiatalok teljesen más fizikummal jönnek ki az iskolákból, illetve már jönnek fel az iskolába. Tehát először is sajnos nem nulláról indulunk, hanem mínuszból. A legtöbb sportolót először nullára kell felhozni, és ez a nulla mondjuk a 20-30 évvel akár a mi korosztályunk, vagy korábbi korosztályok ifjúkora, az simán pluszba lehetett volna. Most viszont a mozgáshiány és a modern civilizációs ártalmak miatt gyakorlatilag először ezekkel kell megküzdeni, és az a ülő életmódból fakadó csípőkötöttség például, gerinc problémák, ezeken kell dolgozni, és sokszor arra jön rá az ember, hogy nem is az edzés rendszerben, vagy az edzés módszerben kell keresni a gyenge pontokat, hanem a hétköznapi egyéb tényezőkben, pihenés, egyéb olyan dolgok, amik mind-mind éjszakai mobilizás, ezek mind-mind tönkretetik az edzésrendszert, hisz például kevesen tudják, hogy az esti világos, főleg fehér fény, amit a telefonok kijelzők kibocsátanak, az a növekedési hormonnak akadályozza meg az éjszakai termelődését, és egy-egy ilyen tényezőn elszállhat az a fejlődés, amit mi szeretnénk hozzátenni az edzésrendszerre. Egyébként a profi sportolók mennyire vevők erre a munkára, mennyire vannak tisztában a fontosságában? Amikor csinálni kell mindenki, szenved természetesen, de én úgy gondolom, hogy érzik ők, hogy tavaly évben is megvolt az eredménye. Én úgy gondolom, hogy kemény, tehát tényleg hazudnék azt mondom, hogy könnyű, nem. Ez kemény alapozás, és kemény munka vár ránk, de én azt látom rajtuk, hogy vevők és érzik ennek a fontosságát. Kívülről úgy tűnt, hogy néhány gyakorlatnál meg lehet, úgyhogy szenvedtetek a szezon első edzésén, így volt? Igen, hát az első edzés az mindig ugye egy kicsit ráhangoló jellegű, de már ugye Zalán is említette, hogy elkezdtük a felkészülést, és egyből a közepébe vágtunk. Nyilván ugye a játékosok dolgoznak nyáron is, de ilyen jellegű munkát nem végeznek, inkább egy kis testkarbantartás, illetve rehabilitációs jellegű erősítést végzünk, de úgy gondolom, hogy jó lesz. Sokadik felkészülésed, mire számítasz, milyen csapat alakulhat ki, hiszen gyakorlatilag nagyon kevés az új játékos a felkészülés végére? A mag megmaradt, én úgy gondolom, hogy az érkező játékosokkal csak erősítettünk. Szeretnénk tovább folytatni azt a jellegű fejlődő munkát, amit elkezdtünk a tavalyi szezonban, itt lent az edzőteremben, illetve fönt a parkettán is. Én úgy gondolom, hogy az új érkező játékosoknak nem lesz ez újdonság, hiszen A-ban már alkalmazzák ezeket a módszereket. Ahogy néztem, Cinger Zolinak sem újdonság itt a gyakorlatok, illetve az edzésmódszer. Én szerintem erősödni fogunk, és még jobb eredményt érhetünk el, hogyha olyan kitartó és egy mag lesz a csapat, mint amilyen tavaly volt. Nemzetközi utánpótlás futballtornát rendeztek Nyíteleken, ahol három korosztályban 18 együttes lépett pályára. Ez egy elég fiatal egyesület, 2015 végén alapultunk. A cél az volt, hogy 16 és 28 év közötti fiatalokat próbáljunk meg összefogni, hogy ne kallódjanak. Legyen egy csapat, akihez tudnak tartozni. Ez kibővült azóta gyerekekkel is, meg fiatalokkal. Elég sok tevékenységet ölelünk fel, mivel a gyerekeknek elég széles körű az érdeklődési köre. Honnan jött a futballtorna ötlete? Sok gyereket szerettünk volna megmozgatni, sok gyereket szerettünk volna összefogni. Először megyei szintű rendezvénynek indult, de aztán jöttek kapcsolatok révén bejelentkezések Romániából, Szlovákiából, és így lett nemzetközi ez a futballtorna. Reméljük, hogy nem első alkalommal is utoljára lesz. Hány korosztályban és hány csapat van itt? Három korosztályban indítottuk a tornát, U9, U13 és U16 korosztályban. Összesen 18 csapat van, és 216 gyerek. Egy picit tovább gondolva, valaki vendégségbe érkezik általában, vissza szokta hívni a vendéglátót. Tervezitek, hogy majd elmentek a határon túli csapatokhoz? Természetesen, amennyiben kapunk meghívást, nagyon szívesen mindent meg fogunk tenni, hogy eljussunk oda. Még egy dologról nem beszéltünk, a torna névadójáról.
Mezei Zoltán tanárbácsi, nekem tanárbácsi, édesapám lehetne, ő már sajnos az elmúlt évben elhunyt, viszont az ő emlékezetére, az ő tiszteletére terveztük ezt meg. Helyi tanár volt, illetve ő is ilyen kis polihisztor volt, mert újságírással, újságszerkesztéssel is foglalkozott, de mindig szívügye volt a gyerekeknek a felkarolása, és az olyan kallódó fiataloknak az istápolása, akik a más tanárok számára kezelhetetlenek voltak. A polgármester úr, mielőtt erről a tornáról beszélünk, egy szót egy picit a nyírtáki futball jelenlegi helyzetéről. Itt valamikor ezen a pályán állunk, nagyszerű csapat volt, rengeteg néző előtt játszottak. A fiúk most mi a helyzet? Ebben az évben sikerült megnyernünk a bajnokságot, ugyanis 2014-ben a csapat, azt kell, hogy mondjam, hogy atomjaira hullott, és ennek a következménye az, hogy tényleg elkezdtünk a legkisebbektől építkezni, és most már nagyon sok korosztályunk van, folyamatosan bővülnek a gyerekcsapataink, és most már a felnőtt is, ugye megye kettőbe lépett, úgyhogy reméljük, hogy újra lesz jó foci Nyírtelken. Ez a nemzetközi torna mit jelenthet a város futballja számára, és a város kapcsolatrendszere számára? Pontosan azt, hogy ezeket az apróságokat, ezeket a gyerekeket nem csak megyei szinten, hanem nemzetközi szinten is megméretjük. Látjuk azt, hogy kiben van lehetőség, ki mennyit tud fejlődni, illetve a város tekintetében, hogy ne veszítsék el a kedvüket, mert ugye tudjuk, hogy az elején még a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek focizni, aztán utána kicsi változás történik az életükbe, lányok, buli, és ilyenkor nagyon nehéz őket megtartani, és azt gondoljuk, hogy így, ilyen tornákkal ezeket a srácokat a helyes úton tudjuk tartani, a foci szeretetet meg tudjuk bennük, a sport szeretetet meg tudjuk bennük tartani, és ez nagyon-nagyon fontos a város életében. Képviselő, egy újszerű kezdeményezéstől mindig várnak valamit a szervezők, a résztvevők. Ennek a nemzetközi tornának milyen hozadéka, milyen hatása lehet itt Nyírtelken meg egyáltalán a régióban? Itt ezen a pályán, ahol állunk, MB2-es csapat volt, az ASE, ugye annak idején emlékeznek erre, és nekem is vannak olyan élményeim, hogy itt valójában ez a foci, akár kispályásról, akár nagypályás fociról beszélünk, kovácsolta össze a fiatalokat. Én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor három nemzet, tehát jöttek a felvidékről, Szlovákiából, jöttek a Partiumból, Erdélyből, Szatmárnémetiből, tehát Romániából, itt vannak a magyar csapatok, három korcsoportban 18 csapatot sikerül a szervezőknek ide Nyírtelekre csábítani, hogy egy kiváló nemzetközi emléktornán szerepeljenek, akkor azt hiszem, hogy egy lépést tettünk előre, hiszen nagyon fontos az utánpótlás, nagyon fontos, hogy fölismerjük a tehetségeket, nagyon fontos, hogy a tehetségek mellett szorgalmasak legyenek ezek a fiatalok, és valójában egy olyan mozgás alakuljon ki bennük, hiszen akkor egészségesek lesznek felnőtt korukban, vagy a versenyszerű sportot is, vagy a versenysportot is műveljék. Én gratulálok a nyírteleki szervezőknek, gratulálok annak, hogy egy ilyen nagyszabású foci emléktornát sikerült itt megszervezni. Négy távozó játékos helyére négy új futballista érkezett a nyírbátori csapathoz. Az egyetlen megyebeli NB3-as együttes augusztus 12-én Balassagyarmaton kezdi a bajnokságot. Teljes mértékben még nem alakult ki a keret, még egy játékos érkezésére számítunk. A távozók az Lakatos László, Illés Gyula, Sipos Tamás és Kinál Gábor. Az érkező oldalon Pálinkás Gergő, Vámos Márk, Fenyőfalvi Csaba és Nagy Attila, akik érkeztek. A játékos cserék után általában azt mondják a szurkolók, a vezetők, az edző, hogy erősebb legyen a csapat, mint az előző szezonban, így lesz? Ez viszonylagos kérdés. Lehet, hogy erősebb lesz, de lehet az ellenfelek is erősebbek lesznek. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen célunk lehet a jelenlegi keretünk alapján az, hogy a bajnokság első felébe végezzünk. A tavalyi tapasztalatok alapján mennyire erős ez az NB3-es csoport? Ugye létszámcsökkentés volt, tehát elvileg erősebbnek kellene lenni, de viszonylag sok új csapat van. 6 megye első osztályból feljutó csapatot is ide soroltak a keleti csoportba. Róluk még most kezdjük az információkat begyűjteni, nem tudjuk, hogy ők milyen erőt fognak képviselni. Egy bajnokság során mindenkivel játszani kell, de lehet, hogy nem mindegy, milyen sorrendben, milyennek mondható a sorsolás. Azt szerettük volna elkerülni, hogy újonc csapathoz idegenbe menjünk. Ennek ellenére ráadásul a legtávolabb lévőt sikerült kihúzni. Balassagyarmaton kezdjük a bajnokságot. Utána hazai pályán egy régi rivális Tiszaújvárost fogadjuk, majd ismét egy majdnem megyei rangadó Cigándra megyünk.
Én úgy gondolom, hogy ennél lehetett volna rosszabb is és jobb is. A bajnoki rajtig hány meccset játszik még a csapat és kik ellen? Még két mérkőzést fog játszani, Tiszavasváriban és Debrecenben fogunk pályára lépni. A szerdai mérkőzés lesz Tiszavasváriban, és szombaton pedig főpróbának tekintjük a Debrecen vegyes csapat elleni meccset. Az elmúlt nyáron érkezett Szényír Bátorba 18 gólat, tehát egy csapat házi gólkirály, és úgy gondolom utólag úgy értékelt, hogy megérte a váltás. Megérte mindenféleképpen, meg ugye nekem is az a célom, hogy minél magasabb osztályba szerepeljek. Ugye előtte Tokajban voltam egy fél évet, az megye első osztály, és így sikerült NB3-ba jönnöm a tavaly augusztusban. Milyen erősségű ez az NB3? Kiérezett a bajnokság, meg nagyon szoros, tehát még az utolsó fordulókban is ott voltunk egymás mögött, tehát alig pár pont választott el a kieső csapatokat a bennmaradóktól, elég kemény volt a mezőny, meg ugye a párharcok is jó csapatokból áll az a bajnokság, hál' Istennek, úgyhogy erős, hál' Istennek. Szerintem így a három csoport közül ez a legerősebb. Milyen lesz ez a most alakuló Nyír Bátor, mit vársz a csapattól a bajnokságban, és mit vársz magadtól, hiszen egy gólövő játék, hogy van évről évre magasabbra rakja a mércét? Nagyon jó csapatunk van, fiatalok vagyunk, ugye dinamikusak. Még igaz, hogy még egy picit össze kell szoknunk, mert jött egy pár új játékos. Szeretnék ugye minél több gólt lőni. Tavaly kitűztem a 20-at célul, sajnos nem jött össze sérülés miatt. Az utolsó 2-3 meccsen nem játszottam. Most mindenféleképpen többet szeretnék lőni, mint 20. Az elmúlt szezonban jobb szélső létedre 7 gólt szereztél a bajnokságban. 21 éves vagy, egy kis bemutatkozást kérünk, mikor kezdtél futballozni, hogy kerültél el eddig? Tulajdonképpen 7 éves korom óta focizok. Hát Nyír Bátorban kezdtem. Utána elkerültem a Bozsik Akadémiára, Nyíregyházára. Ott is tulajdonképpen stabil kezdőként szerepeltem. Utána leigazgattak ide Nyír Bátorba, azóta itt vagyok 3 éve. Hogyan értékeled az elmúlt szezon, milyen volt a csapat számára és a számodra? Elég jónak értékelem, 7 gólt szereztem ugye. A csapat is eléggé összeszokott így a végére. Jó szerepeltünk szerintem. Mit vársz a következő bajnokságtól, a csapattól és magadtól? Mindenképpen még több gólt szeretnék rúgni. 10 felett szeretnék, egy harmadik helyet mindenképp a csapatnak. Az első hármat benne szeretnék lenni. 21 éves vagy, milyen távlati terveid vannak ebben a sportágban, hiszen ugye az NB3 még nem a legmagasabb szint? Mindenképp szeretnék magasabb osztályba focizni, ez a célom. Hát meglátjuk, hogy mire lesz elég. A kiesés ellen harcol majd a megyei első osztályban a legutóbbi bajnok Balkány. Mirgai László együttesétől 13 futballista távozott, helyükre 13 fiatal szerződtettek. Sajnos 4-en maradtunk megint. Hát gondoltam, hogy egy pár játékos el fog menni, de hogy ennyi erre nem számítottam. Az az igazság, hogy nehéz helyzetbe kerültünk. Csak fiatalokat tudtam igazolni, ilyen 19-20 éves gyerekeket. Elég rutintalanok vagyunk, 13 játékos kellett igazolnom, hogy ki tudjunk állni majd ebbe a bajnokságba, ami nem könnyű volt, és ráadásul ugye 13-an elmentek. Hát nem kell ezt építeni, a kiesés ellen fogunk küzdeni, szeretnénk bemaradni, nagy munka vár ránk. Ez a fiatal csapat nagyon rutintalan, vannak benne ügyes srácok, de bízom benne, hogy a bemaradást el fogjuk tudni érni. Nem szeretnénk úgy járni, mint Nagy Káló és Ibrány. Ők is megnyerték a bajnokságot, aztán utána zuhanásra megy a kettőbe, mert őket is szétszették. Úgy látszik, hogy nem érdemes bajnokságot nyerni a megye első osztályba, mert ez az átigazolási szabályzat annak kedvez, a játékosoknak kedvez, lehet így mondani, hiszen minden évben válthatják a csapatokat, és óriási licitálás megy a játékosokért, amiből általában az egyesületek húzzák a rövidebbet. És hát én azt gondolom, nem véletlen az, hogy a bajnokok mindig egy nagy zuhanásba kezdenek. Te hogyan kezeled azt, és a közönség hogyan kezelheti, hogy egy 2 éven áttartó veretlenségi sorozatot követően most ilyen célokig kell majd küzdeni? Én azt gondolom, a közönség megértő lesz velünk szembe, hiszen tudják nagyon jól, hogy én is azért maradtam, mert nem akartam cserbe hagyni az egyesületet, hiszen sokat köszönhetek neki, nekem is voltak lehetőségeim, de azt gondoltam, hogy ebbe a rossz helyzetben nem hagyhatom magára az egyesületet, és nem engedhetem meg azt, hogy ők is esetleg olyan nehéz helyzetbe kerüljenek, hogy kiessenek a megye kettőbe. Mindent meg fogok tenni azért, hogy ez a csapat benn maradjon, és ezt biztos, hogy a közönség és a vezetők is fogják díjazni.
nagyjából már lehet látni, hogyan alakulnak át az erőviszonyok, milyen bajnokságra számítasz? A bajnokság szerintem így, ahogy hallom, két csoportra fog szakadni. Ugye nem csak mi küzdünk ilyen játékos fronton, ilyen nehéz helyzettel, hanem hallom, hogy a Tuzsér, a Rakamaz, a Fehér Gyarmat, nagyon sok helyről elmentek játékosok, sokan, és hát nem tudtak úgy igazolni helyettük ugyanolyan szintűt, tehát én azt gondolom, hogy lesz öt csapat, a Sényőt, hát azt, nem, azt ugye az kiemelt, hát azt tudjuk, hogy már MB3-as élcsapattal rendelkezik, ők szerintem torony magasan kéne, hogy nyerjék ezt a megyei első osztályt. Utána a Nagyecsed, szerintem a Vásárosnamény is nagyon erős, együtt maradtak, a Mándok, én úgy gondolom, hogy ezek biztos, hogy az első öt helyet el fogják dönteni. A többi csapat meg, én azt gondolom, hogy bárki, bármikor bárkit megverhet, és szerintem 6-7-8 csapat fog versengeni a kieső helyekért. Az újonc Tarpa ellen kezditek a bajnokságot, mi eddig a program? Tarpa lesz még szerintem ott az első ötbe, illetve a dobogóért, vagy az első hatba. Tarpa nagyon erős csapat lett, nagyon jól megerősödött. Szerintem rendben van a szakmai háttér is, az infrastruktúra is. Hát az esélytelenek nyugalmával fogunk elmenni, és megpróbálunk mindent megtenni a pont szerzésért. Addig kivel játszik még a csapat? Játszunk még három edzőmeccset, ugye Fehér Gyarmattal, Mékerékkel és a Birivel, aztán utána már jön a bajnokság. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!